augusztus 20-a alkalmából állománygyűlést és kulturális programokat tartottak a koszovói Pristinában, a KFOR Film City táborában. Ezzel párhuzamosan a Novoselo táborban, a külszolgálatuk végéhez közeledve a KFOR kontingens 26. váltásának katonái átvehették NATO medáljaikat. Az ünnepi állománygyűlésen, amelyen mások mellett jelen volt Domján László, az Európai Unió integrációs tanácsadója elhangzott: augusztus 20-án első apostoli királyunk, Szent István előtt hajtunk fejet. Rendkívüli pillanat életünkben az ünnep. Mi katonák vagyunk, hazánk védelmére és szolgálatára esküdtünk fel, de a kiváltság, hogy bátrak, merészek és tenni tudók legyünk, nekünk is megadatott. Az állománygyűlésen elismeréseket is átadtak, majd Takács Tamás ezredes, a KFOR vezetőtábori lelkésze áldotta meg az új kenyeret. Kajári Ferenc vezérőrnagy, a KFOR parancsnoka ünnepi beszédében elmondta, a katonák tetrekészségéhez és kiemelkedő teljesítményéhez nem fér kétség. A KFOR parancsnokaként mindig számíthattam önökre, megnyugtató volt a tudat, hogy szükség esetén a harcászati tartalékzászló rendelkezésemre áll, és hiba nélkül fogja a feladatait végrehajtani. A felderítő erők pedig legjobb tudások szerint biztosítják a szükséges információt a kialakult helyzetről. Rácz Szabolcs alezredes, a KFOR kontingens 26. váltásának parancsnoka kifejtette, a NATO medál büszkén jelképezi és bizonyítja azt, hogy viselője azok közé tartozik, akik munkájukkal és erőfeszítésükkel hozzájárultak a koszovói béke és biztonság garantálásához, fenntartásához. Köszönet mindannyiuknak, függetlenül attól, hogy milyen beosztást töltöttek be a kötelékben, mert mindannyian a legjobb tudásuk szerint eredményesen és magas színvonalon végezték el feladataikat. Büszke vagyok rá, hogy mindez az én irányításom alatt történt. Az alezredes kérdésünkre elmondta, izgalmas, de nehéz fél év áll mögöttük. Vezető nemzetként voltunk jelen, így hogy most a KFOR parancsnoki pozícióját Kajeri Ferenc vezérőrnagy tölti be. Fókuszpontban voltak a magyar katonák, jobban, mint korábban, de én úgy gondolom, hogy ebben a változó műveleti környezetben és ebben a rendkívül összetett feladatrendszerű misszióban is méltóképpen sikerült helyet állni. A nap folyamán a Film City táborban varázsolt parád és hangulatot a külföldi és a magyar katonák számára a légierő zenekar szólnak. A műsorban elhangzott komoly és könnyű zenei darabok méltán érdemelték ki a vastapsot. A koncert látványos gyepsóval ért véget.